A Merkantil Bank MB2 harmadik fordulójában a Békés Csaba ellen szerettük volna megszerezni első idei győzelmünket. Ehhez a viharsarkiak megfelelő ellenfélnek tűntek, hiszen az MB3-ból kerültek fel az MB2-be. Igaz, az előző fordulóban szintén egy volt MB3-as csapattal mérkőztünk meg a Szent Lőrinccel. Akkor vereséget szenvedtünk, és abból a csapatból hatan ezúttal a kispadra kerültek. Egyedül Szabó Szilárd, Bolla Gergő, Króner Martin, Vasárnám és Halmai Ádám maradt meg a kezdőcsapatban. Kezdett Tóth Alex, Manner Balázs, elől Dragóner Filip, Bolla Gergő ezúttal a középhátvéd posztját foglalt el Kékesi mellett. Először játszatott Donáta Tavares is, és először kezdett idén Holzer Ádám is a kapuba, hiszen Melgő Szabolcs megsérült a legutóbbi edzésen. A mérkőzést Kovács Imre vezette, asszisztensei Májer Gábor és Topászki Szabin voltak. Egy Tavares labdaszerzéssel kezdődött a találkozó az 5. percben, végül Tavares passzolt Szabó Szilárdhoz, aki egy kicsit kisodródva lőtt, a kapuban pedig Uram János védeni tudott. 3 perccel később jött az újabb akció, ismét egy Tavares védekezésnek jó voltából indulhattunk, egyből indította Dragóner Filipet, balhátvédünk, aki szépen odapasszolt a labdát Halmainak, azonban Uram megint nagyon szépen védeni tudott. 20. perc, Vas Ádám passzolt Tavareshez, bent középen remek labdát adott Szabó Szilárdnak, aki fejelhetett, de Uram János megint nagyot védett, ihletett formában a kapus, nagyját tesszük. Huszonharmadik perc, Szabó Szilárd készülődött szabadrugáshoz, bent középen pedig Króner Martin próbálta csúsztatni a labdát, azonban nem róla, hanem az egyik Békés Csabairól pattant a kapu felé a labda, azonban Uram megint nagyot védett. Hatalmas reflexzel hárított, a Vasastól kölcsönkapott hálóőr. Aztán az első helyzet, a vendégek előtt a 26. percben Vicián lőhetett, Halmain megpattant a labda is, így szöglet következhetett. 2 perccel az első félidő vége előtt még egy helyzetünk volt, Szabó Szilárd beadása után Halmai Ádám került helyzetbe, azonban megint csak óriásit védett Uram, a bal lába a rövid saroknál jó helyen volt, és így szögletre mentett a kapus. Az előző 2 fordulóban a második félidők rendre gyengébben sikerültek, most ez nem így volt. Csapatunk ugyanott folytatta, ahol az első félidőben abbahagyta, és a 46. percben Manner Balázs lövése éppen csak hogy elkerülte a kaput. Aztán Bolla Gergőtől indult az akció, remekül látta meg Krónert, aki egyből passzolt Szabóhoz. Bent középen Manner érkezett, lőtt is, azonban Uram ismét óriásit védett. Sajnos középre tartott Manner Balázs labdája, így az nem okozott gondot a kapusnak. Aztán, ahogy lenni szokott, a sok kihagyott helyzet úgy tűnt megbosszulja magát. Kővárinak összeakasztotta a lábát véletlenül Vas Ádám, és így a játékvezető befújta a 11-est. Abszolút nem volt szándékos Vas Ádámnak a megmozdulása, de ettől függetlenül 11-es lőhetett a Békés Csaba. Zátori próbálta belőni a 11-est, a kapuban pedig Holzer Ádám várta a lövést. És kifogta azt Holzer Ádám, a lába hál' Istennek középen maradt, és így azt ki tudta védeni Holzer Ádám. Óriási nagy bravúr. A 60. perc, Dragóner Filip került helyzetbe, Uram megint jól jött ki a kapujából, és védeni tudott. Egy perccel később Szabó Szilárd látta meg Halmait, aki egyből lőtt, Uram ezt is megfogta. Egyszerűen nem tudunk túljárni Uram János eszén. 70. perc, Tavares próbálkozott egy átlövéssel, ami jól is sikerült, óriási lövés, és ismét egy nagy Uram védés. Bizony befért volna az, de Uram János eszén ezen a napon nem tudtunk egyszerűen túljárni. Segítis.
74. perc Lovrencsics készítette labdát Halmainak, aki azonban csúnyán ellőtte azt. 5 perccel később Vas Ádám indította Dobos Áront, át akarta emelni a kapust játékosunk, azonban nem talált kaput. Ez már kb. A 13.-14. helyzetünk a mérkőzésen, az első 2 fordulóban nem volt annyi helyzetünk, mint itt. Aztán a 90. percben még ott volt a slusszpoén, vagyis hát ott lehetett volna, Varga István került helyzetbe, azonban nem talált kaput, csereként beállt játékosunk, óriási helyzet volt ez is. De ezt is megúszta a Békés Csaba. És a mérkőzés krónikájához még hozzátartozik egy piros lap, amit a csereként beállt rutinos Volent Roland kapott, aki elesett. Varga István mellett a játékvezető ezt kiszúrta, és felmutatta második sárga lapját. Több helyzet nem volt a mérkőzésen. Egy teljesen egyértelmű mérkőzésen sajnos nem tudtuk otthon tartani a 3 pontot. Óriási mázlival elvitt tőlünk 1 pontot a Békés Csaba. Így Soroksár SC, Békés Csaba 0-0. Gratulálok a pontszerzésnek, nagyon izgalmas mérkőzést láthatunk. A meccsképét látva, mennyire tartod igazságosnak a végeredményt? Azonban nem kezdtük jól a mérkőzést, az első 15 percben nagyon-nagyon ránk jött a Soroksár. Helyzeteik voltak, sőt az egész mérkőzésen azt gondolom, hogy nagy helyzeteik voltak. Volt egy pici szerencsénk, ebből kihagytuk. Bár az is igaz, hogy a 11-es mi is kihagytunk, vagy ki mi hagytuk ki igazából a nagy meccslabdát. Ettől függetlenül azt gondolom, hogy ebben a meccsben szerintem részünkről ennyi volt. Nem biztos, hogy igazságos lett volna, megnyerjük, de ettől függetlenül nagyot küzdöttünk, nagyot harcoltunk, úgyhogy tényleg egy izgalmas mérkőzés volt. Peti, aztán mindent elmond a meccs képéről, hogy a 2 kapus volt a mérkőzés legjobbja, főleg ugye az ellenfelé, aki ugye legalább 8 nagy védés mutatott be. Talán az lett volna a reális, 5-0-ra nyerünk, így mégiscsak 0-0 maradt. Hogy láttad a találkozót? Igen, hát a foci az ilyen, tehát én azt gondolom, hogy igazságtalan, hiszen rengeteg helyzetet dolgoztunk ki. Nyilván az első fél időben már el lehetett volna dönteni a mérkőzést, megdicsértem most a csapatot a mérkőzés után, hiszen most már azért jobban nézett ki a második fél idő is, tehát a 2 első mérkőzésen csak az első fél időkre lehetünk büszkék, a második 2-re nem. Most ez a második is jobban nézett ki, sorozatban dolgoztuk ki a helyzeteket, és hát ami a lényeg, ugye a gól az hiányzott. Azt mondtam a srácaimnak, hogy föl a fejjel, nyilván ez egy fordulatos mérkőzés volt, hiszen az első fél időben nem tudtam volna nekik, hogy egy igazából helyzetet mondani, hogy csináltak volna valami helyzetet. Utána nyilván a másik fél időben, hogy a Holci kellett, meccsben maradtunk, és megfogta a 11-est, és utána se adták fel a srácok, tehát jöttek, én azt gondolom, hogy most jól szálltak be a cserék is, ugye, csak mondom még egyszer, az íra pont hiányzott. Ugye van egy barátom, aki azt szoktam mondani, hogy a kocka forog, úgyhogy remélem, hogy ez majd meg fog fordulni a következő mérkőzéseket.